Le kell tesztelnem, mielőtt kezdődik a műsor, tehát megafon próba. Orbán, takarodj! Úgy tűnik működik, van elég feszkó a szelemekben. Ez immár a sokadik tüntetés. Mit vár tőle? Hát azt várom, hogy először is egy valami erőt demonstrál. Azon kívül kifejezi a még nagyobb elégedetlenséget, mint amit eddig kifejeztek a tüntetések. Mit csináljátok? És ugye az ünnepek elteltével talán új erőt gyűjt majd a civil mozgalom, és valamennyien, hogy a következő évet még intenzívebb demonstrációkkal tudjuk kezdeni. Úgy gondolom, hogy az ilyen félázsiai illiberális rezsimeknek a végső, legfontosabb és szimbólumként kifejezhető célja pontosan az arany WC-kefe megszerzése, amivel Janukovics is büszkélkedhetett. Minden tüntetés úgy kezdődik, hogy elmondják a problémákat. Van egy kis mocskos Fidesz, van egy kis Orbán takarodj. Aztán nem hagyjuk? Nem hagyjuk! Menjetek haza! Ennek legyen vége. És nem hagyjuk abba, ez a kormány. Ameddig ja, csak lehet, jövünk, jövünk és jövünk. És erre készüljön fel a kormány. Nincs több vita, Orbán, Moszkovita! Országszerte megy a rablás, veled vagyunk, Horváth András! Megtelt a József Nádor tér, mint látható itt, és nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttek. A Nincs Hová Felmennünk tüntetésnek a célja az, hogy az elmúlt hetekben szervezkedő civil csoportokat egyesítsük, és találjunk egy alternatívát, hogy bátran elzavarossuk ezt a kormányt, és legyen egy jövője az országnak, amely előrevívő és mindenki számára pozitív. Ne húzzuk az időt, köszöntsétek Orbán Viktort! Barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, drag Ildrúzia! Ahogy egy ősi azeri bölcselet is tartja, aki hátra néz, nem látja azt, ami előtte van. Soha, még egyszer mondom, soha ennyi szimpátia tüntetés még nem volt nemzeti kormány mellett. Vannak olyanok, akik nem értik, nem tudják, hogy mi mit mondunk. Ők kérjenek tolmácsot. Ez a mai nemzeti konzultáció is azt mutatja, jó úton járunk. Kedves barátaim, nincs miért aggódnotok. Sorsokról és gyermekeitek jövőjéről Orbán Viktor személyesen gondoskodik. Hosszú tömött sorokban és a molinó mögött kifejezhetjük közös akaratunkat. Mocskos Fidesz! Mocskos Fidesz! Börtönbe! Elegünk van! Elegünk van! Csaucsesz kormány, csatarod! Azerbajdzsánban számüzetni! Diktátor! 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 Nem megoldás, hogy minden másnap jövünk ide ki tüntetni, mert annak semmi az égvilágon nem lesz. Ha egy kicsit drasztikusabb lépésre lesz, mert szállni bemutatni. Valamikor a Fidesz csinálta, ugye bármikor a Gyurcsán dobálták valószínűleg a paprikával, ugye a Demszkit védték esernyővel, de az a komolyabb megoldás, az már célra vezető, de ez nem. Hát igen, már nem tudom, minek lehet ez a néphatalom elképen. Hát attól még én fölgyújtanám, de nincs semmi szüksége ennek az országnak erre. Érdekesen működni. Magony, te kis kakor! Magony, te kis kakor! Magony, te kis kakor! A koronát szeretném megnézni. Hol vagy késői, de azt hiszem, hogy szól.
Nem a rendőrök ellen irányú, egyébként nem is bántjuk őket, csak megpróbálunk bemenni, hogy átmenjen az üzenet mindenki számára, hogy mennyire elegünk van. Nem tudom, látod-e, ott a tábla mögöttem nincs hova átránunk, nekünk már nincs. Ők még megfordulhatnának. Ha sikerülne bejutni, akkor mi történne bent? Akkor szerintem az történne, hogy aki szelfizik egyet Kövérvászló klubitusával, annak van egy olyan érzése, hogy van valami látható eredmény, és kitart a következő választásokig, és nem lesz az, hogy elfogynak az emberek a tüntetésekről. De az biztos, hogy az értékekre vigyázunk, semmilyen rombolást nem engedünk, mi, akik itt elől vagyunk. Múltkor is az volt, hogy aki a rendőröket szinte, aki a rendőröket bántotta, azt hátra küldtük meg, mert ez egy békés tüntetés, polgári engedetlenség, tűzált módon. Vélemény nyilvánítás gyakorlatilag. Álljatok már meg!
már! Álljatok meg! Állj meg! Állj meg! Nem tölt! Állj meg! Jelenleg jogtalanul tartózkodunk a területen. A rendőrség eljárása teljesen jogfogott, tapasztalatból tudom. Légy szíves, menjünk haza, mert ennek most semmi értem. 20 ezer emberben, 20 ember ellen. Egyetértünk mindenben, de menjünk haza. Don't interfere in our affairs, Mr. Obama.